Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az 1945-ben 4500-5000 ember lakta Sziget Szent Miklóst. Akkor sem volt kicsi ez a település, de hát onnan az újkori történelme onnan datálódik Sziget Szent Miklósnak, és az itt lakó emberek alapvetően mezőgazdaságból éltek, és olyan 98%-a református vallású ember volt, a 2%-ban aztán volt mindenféle. De napjainkig a 5000-es létszámból 38000 főre gyarapodott, duzzadt a lakosság lélekszáma, és alapvetően a vallási felekezetek száma is gyarapodott, illetve a létszámuk alapvetően megváltozott. A beköltözések hatására a vallási térkép sokkal inkább igazodik az országos átlaghoz, mint annak előtte, hiszen megjelentek a katolikusok nagy számban, a római katolikusok vannak most már talán többségben Sziget-Szent Miklóson. Mutatja az is, hogy a római katolikusoknak az a temploma, amely a II. Világháború előtt épült még, az azt kinőtték, és egyházi összefogással és önkormányzati segítséggel egy új templomot építettek. Az, hogy ez megépült, és utána megtöltötték emberekkel, megtöltötték hívőkkel, nos ebben sokak mellett, mert nagyon sokan dolgoztak rajta, sokak mellett Linde László plébános úrnak is megvan az érdeme, hiszen a elődje után ideérkezve ő felrázta a katolikus közösséget. Felrázta az egész kicsiktől az idősebb korosztályig őket, megtalálta a hangot mindenkivel, úgy a kisgyermekekkel, úgy a középkorosztállyal és az idősebbekkel is. Megtalálta azokat a programokat, azokat a lehetőségeket, hogy az ő hívó szavára bizony nagy létszámban áramlottak az emberek a templomba. Sose vagyok egyedül, mindig az Úrral vagyok. Gyermekkoromban, hitoktatásban nem részesültem. Ez a 70-es évek világa, amikor nem volt olyan természetes az, hogy hittanra járhattak gyerekek, tanulhattak. Olyan iskolába jártam Budapesten, ahol a hívő gyerekeket sosem gúnyolták, sosem bántották. Valamikor egy egyházi iskola volt az, amit államosítottak, és az államosítással ugyanazért maradtak ott olyan pedagógusok, akiknek azért a szívében, lelkében azért a hit nem tűnt el, még hogyha abban a világban nem is hirdethették ezt a tanári katedráról, de azért a külön foglalkozásokon, egy-egy nyári táborban, egy-egy kiránduláson azért megéreztük egyik-másik idős tanítónkon, hogy ők valami töbletet hordoznak a szívükbe. Ez akkor nem volt tiszta, meg nem volt egyértelmű számunkra, de ez megint, ha visszatekint az ember, megértem, hogy miért és hogyan is történtek azok a nyári táborok, hogy miket kaptunk mi pluszban ott attól a régi tanári gárdától. Tehát én azért nem mondhatnám azt, hogy vallásosan voltam nevelve. Édesanyám katolikus volt, édesapám református. Amellett, hogy tisztességre és becsületre neveltek, szeretetre, az Isten félelme azért ott volt a szívünkben, mert mindig úgy beszéltünk az Istenről, mint valóságról, csak ugye a kettős nevelés azért. Otthon beszélünk Istenről, iskolában, egyéb nevelésben, a világban, bárhova ment az ember, ugye hát abban a korszakban ugye még az egyház léte is nagyon el volt hallgatva. Tehát a kettős nevelés azért megmutatkozott, amellett, hogy azért egy gyerek mindig a szülőnek hisz. Tehát ha a szülő azt mondja, hogy van Isten, akkor mondhatnak bármi mást, a gyereknek a szívében kialakul azért ez a gondolat. Így imádkozni, hogy a megtanítottak és a maga módján megkeresztelve
katolikus hitben növekedtem fel, de igazából felnőtt kamaszkoromban, 17-18 éves koromban kezdtem el tudatosabban a hittel, a vallással foglalkozni. Lakótelepi gyerekként kisebb bandában tömörülve nőttünk és töltöttük a délutánjainkat, de az a közösség volt az a kis csoport, amelyikkel igazából nem kellett a felnőtteknek veszekednie. Nem csináltunk semmi olyan kirívót ott a lakótelepünkön, hogy mi ránk haragudtak volna, vagy elzavartak volna. Kis csoportban, közösségben biztos, ha most elkezdeném felidézni, voltak olyan dolgok, amik a huncutsága, kisebb zsiványságokba, de én úgy érzem, hogy nincs mit letagadnom abból a korszakból. Amellett, hogy ugye azért nem a templomban és nem a minisztrálás volt a ifjú korom, de én hiszem, hogy az Úristen mindazon, amit megengedett körülöttem és az én életemben, annak pont most látom igazán a kamatját. Hogy amikor egy mai fiatallal kell nekem foglalkoznom, szólnom hozzá, beszélnem hozzá, föl tudom idézni az én magam korát. Édesanyám meghalt fiatalon, és édesapám egyedül nevelt fel, bátyámmal minket, szeretetben és, ahogy mondom, becsületre nevelt minket, és azért ez megmutatkozott a utána vendéglátóipari életemben, mert először pincérként kezdtem az életet, pincérnek tanultam, dolgoztam is 7 éven keresztül a vendéglátóiparban, ahol nekem az volt a motivációm, amikor a vendéglátóipart választottam, hogy mindegy, hogy hova megyek, csak nekem emberekkel kell foglalkoznom. Tehát nem tudtam volna elképzelni akkor fiatalon magamat egy gépsornál, egy valami műszaki dolgokkal barkácsolni, valami olyan iparosként dolgozni, ami nem konkrétan az emberekkel való kommunikáció, nem az emberekkel való foglalkozás, hanem csak pusztán anyaggal. Az életemnek a kezdete az úgy indult, mint egy teljesen normális fiatal emberé, aki a családi életre készül. Én is arra gondoltam először. A családomnak is az volt a elvárása, mint egy, hogy hát mikor lesz már esküvő, mikor nősülök már meg. Tehát én is udvaroltam, kerestem a kapcsolatot, voltak szerelmeim nekem is gyerekkoromban, kamaszkoromban, még fiatal felnőtt korban is, amíg nem alakult bennem a hitemmel való találkozás, tehát amikor azért már ugyan hívő lélekkel, de még a világi életemet éltem, kerültem egyre közelebb Istenhez. Tehát egyre jobban éreztem meg, ahogy tudatosan elkezdtem papokkal beszélgetni a hitről, a vallásról. Ferences szerzetesekhez jártam Budapesten a Margit körútra, akkor ugye, Mártirok útjai ferences templomba, ahol ugye, találkoztam először szerzetessel. Azt se tudtam akkor a világban, hogy valóban élnek szerzetesek itt Budapesten. És találkozásom egy ilyen változást hozott, hogy még inkább közeledtem, kerestem a magyarázatokat az élet nagy kérdéseire, és a hitben választ kaptam sok mindenre. Ahogy mondtam, ferencesekhez, szerzetesekhez kezdtem el igazából úgy járni, hogy a hitemmel még jobban ismerkedjek, és az ő életük, Assisi Szent Ferenc példája, amely számomra ismert volt történelemből az ő személyisége, filmek, könyvekből ez azért lehetőség volt számomra ennek a szentnek az megismerése, amely nagyon is érdekelt és foglalkoztatott. Egy kicsit olyan romantikusnak is tűnt, de leginkább, amikor a konkrét életüket láttam ott Budapesten, hogy a szeretetben, az egymás iránti békével és az Istenben való hitükben az emberek szolgálatára hogyan állnak, és látva az ő emberi boldogságukat, kezdtem meg gondolkodni, hogy én is élhetném ezt az életet. Vajon számomra ez olyan idegennek tűnik? És az ezen való elmélkedések, ahogy egyre jobban megismertem azt a közösséget, úgy vált bennem is nyitottá a dolog, hogy hát nem kizárt az, hogy én ezt az életet válasszam. Magát a szerzetes életet azt feladtam, mert 5 év után, amikor lejárt a fogadalmam, nem tettem örök fogadalmat, hanem csak egy ilyen egyszeri fogadalmat, amíg után az lejárt, a szerzetesrendből eljöttem.
1975 óta szolgálok szigetszentmiklósi kántorként és karnagyként, tehát Linda atya volt az ötödik plébános, akit fogadhattam nagy szeretettel, és nagy várakozással vártuk őt is. 2007-ben, augusztus 1-én lett kinevezve plébánosnak, ide Szigetszentmiklósra, és ez volt az első helye, ahol plébánosként működött. Tehát amikor ide került hozzánk, rögtön belecsöppent a fizikai munkába is, nem csak a papi szolgálatba, tehát itt javába ment a templom építésének a befejezése, és ugye mindig jól tudjuk, hogy az utolsó hónapok azok mindig nagyon rohamléptekkel haladnak, sok munka van mi egymás. Na, ebben nagyon gyorsan és könnyedén föltalálta magát. A szakrális dolgok közül ki kell emelni a nagypénteki élő passiót, ugye, ami eddig soha nem volt itt. Tehát itt a templom előtt, a bejárati részen, ott fölállt a Pilátus széke, ugye, meg a többi szereplők fölálltak, és onnan indult el a történet, és akkor a menet lejött ide a templom melletti dombra, és ott fölállították a három keresztet, szabályosan fölszögelték, ugye, mert még lehetett hallani a nagy kalapácsütéseket, és minden. Több száz néző nézte végig az útról. A hobbim a papságom. Szigetszentmiklós városa 16. századtól kezdve a reformáció útjára lépett. Egészen a 19. század végéig ez egy református falu volt, és a 20. század elejétől kezdődően települtek be a katolikus hívek. Mára a városnak a nagyobbik részét egyházi szempontból a római katolikus testvérek teszik ki. A református egyház a második legnagyobb gyülekezetnek számít. Amikor Linde László plébános ide került Szigetszentmiklósra, akkor a református és a katolikus egyház között már egy élő, eleven kapcsolat létezett. Ezek közös programokban nyilvánultak meg, és ebbe ő szépen belekapcsolódott. Mindenek előtt arról kell beszélni, hogy az egyházak életében régóta meglévő ökumenikus imahét, amelyet hagyományosan január 3. hetében tartunk, az közös ünneplés keretében történt. Fölváltva voltunk, hol a római katolikus kis templomban, később a nagy templomban, aztán a reformátusok templomában, illetve a baptista gyülekezet templomában. Nagyon fontos volt számunkra, szigetszentmiklósi lelkipásztorok részéről az, hogy a város életében az egyházak látható módon jelen legyenek. Ezért szerveztünk az adventi időszakban élő betlehemes karácsonyi műsort, amely a város 4-5 felekezetének a részvételével és tagjainak előadásában került bemutatásra. Ugyanígy a nyári időszakban családi napot tartottunk, amely Pinokió nap néven vált ismerté, és ezeken az alkalmakon minden egyes felekezet egy-egy sátorban bemutatkozott az érdeklődők számára. A lelkipásztorok minden hónapban egy-egy alkalommal összejöttek megbeszélésre. Hoztuk a magunk gyülekezeti gondját, amelyet testvéri közösségben megoszthattunk egymással, illetve mindig próbáltunk valami olyan programot kitalálni, szervezni, amellyel a város érdekében tevékenykedhettünk. Ezeken az alkalmakon mindig úgy vett részt Linde atya, mint aki szívén viseli azt a testvéri együttmunkálkodást, amely a város lelkipásztorai között addig is megvolt. Régi világ papságának a hívekhez való kapcsolata sokkal egyszerűbb volt, hiszen nem a papnak kellett keresnie a híveket, hanem a hívek ott álltak, jöttek, mert szívükben, természetükben jelen volt a hit, hiszen ebben nőttek fel, ez nem volt kérdéses számukra. Akár a katolikus vallásban, vagy
más protestáns vallásban, de mindenki az Isten közelébe érezte magát, és kereste az útját az egyházon belül is. Az egyházi közösségek, a vallásos élet az olyan egyértelmű volt. De mára ez megszűnt, megváltozott, ami sajnos nem jó. Mert ahogy az emberek szívéből az Istent megpróbálták kitörölni, elhitetni a világban, hogy nincs Isten, így sajnos azt érték el, hogy az emberek szívében egy olyan űr keletkezett, amelyet minden mással próbálnak megtölteni. A Szigetszentmiklósi Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus templomban vagyunk, és mint olyan sokszor az elmúlt időben, most is Linde László római katolikus paptestvére emlékezünk. Két ember találkozásában én azt gondolom, hogy nagyon meghatározó élmény az első köszöntés, az első találkozás. Ahogy visszaemlékszek, 2,5 évvel ezelőtt, amikor ide helyeztek Szigetszentmiklósra is, elmentem meglátogatni Laci atyát, akkor egy jót beszélgettünk, és hát nekem volt egy alapvetően pozitív benyomásom azzal kapcsolatban, örültem neki, hogy nincsenek ilyen főpapi allűrjei, és hát bár a legnagyobb felekezet, vagy legnagyobb számú felekezetnek a lelki pásztora, mégis ezt alázattal tudta viselni. Valahol minden találkozásunk alkalmával, amikor az ember kicsit fárad, kicsit elfárad, és kicsit úgy belefeledkezik a hétköznapok gondjaiba, akkor jó, ha találkozik egy másik paptestvérrel. És ezek a találkozások köztünk azt hiszem, hogy mindig nagyon üdítőek voltak, mert mindig valahogy azt éreztem belőle, hogy ő egy fölemelt fejű ember. A szónak jó értelmében, hiszen a fölemelt fejű ember, a keresztény ember az a távolba néz. Az üdvösségbe néz, az Isten országára néz, és azt mondja, hogy oda megyek, oda igyekszem. És próbálok magammal vinni ebbe az országba minél több embert. És nem szabad csak az előttünk lévő bajokat, problémákat, nehézségeket látni, hanem felemelt fejű emberként kell a célra, a feladatra koncentrálni, és közben azon lenni, hogy minél több embert vigyünk magunkkal. Mi Istennek eszközei vagyunk. Már fiatal koromban, az én kis baráti körömben mindig én voltam az, akihez olyan nagy bizalommal jöttek a barátaim. Elmondani az ő kis lelki gondjaikat, bajaikat, családban, vagy éppen a szerelmi kapcsolataikban, ugye a vívódásaikat, jöttek hozzám és kérték a tanácsomat. És igyekeztem valóban a magam gondjai helyett az övékkel foglalkozni. Tehát a lelkekkel való foglalkozás az én számomra egész fiatal koromban már egy gyakorlattá vált. Elfeledkeztem minden magam problémájáról, gondjáról. Azok a lemondások, amelyeket egy szerzetesnek, egy papnak föl kell vállalnia, én szerintem messze-messze alulmúlja azt a sok-sok örömet, boldogságot, amit az Isten ad helyette. Amikor egy-egy vasárnapi prédikáció után bejön valaki, és megfogja a kezemet, és azt mondja, hogy köszönöm, erre volt ma szükségem. Én nem is tudom, hogy mi volt az a mondat, az a gondolat, amit én kimondtam a Szentlélek vezetése által. Mert természetesen mondjuk egy vasárnapi prédikációra készül az ember, hiszen átolvassuk az evangéliumokat, a szentírási részeket, teológiát, megpróbáljuk ugye értelmezni, a mai nyelvre lefordítani az emberek számára, de ez nem egy betanult szöveg. Legalábbis én nálam, hanem felkészültem, de engedem az, hogy a lélek is irányítsa az én gondolataimat. Sokszor, amikor odaállok a szószékhez, és elkezdek beszélni, akkor jut eszembe valami, ami egész héten elmélkedéseim alatt nem jutott eszembe. És azt a gondolatot, hogy gyorsan beleszövöm az átgondolt témába, és lehet, hogy pont az, ami valakit éppen megfogott, akinek meg kellett hallania aznap azt a szót, mert a lélek vezette őt ide, és engem felhasznált az Isten. Én mindenhol jól érzem magam. Itt Szigetszentmiklóson is azért ez egy nagy város, ahol rengeteg feladat, lehetőség van, kihívás is, nagyobb feladat.
Én úgy éreztem, hogy ebben én boldogabb leszek, mint az egyszerűbb változatban, ahol megmondják, hogy mit kell csinálnom, hogy mi legyen a feladatom. És hogy az ember, a pap még jobban belehelyezkedik a családi örömöknek az átélésébe. Én lemondtam arról, hogy legyen 4-5 gyerekem, mint egy családban. Van helyette 200-300 gyerekem. Az összes hittanos, a minisztránsok, az ifjúsági csoport, mindenki, akik körülvesznek, és úgy futnak oda hozzám, mint az atyához. És őtőlük hihetetlenül sok szeretetet kapok. Mondhatnám azt, hogy itt megint egy kicsit olyan, mintha önzőnek is tűnő, hogy nekem a gyerekekből, a gyermeknevelésből a legszebb része jut. A gyerekeket az Isten felé segíteni. Nem kell gondoskodnom arról, hogy legyen cipő a lábán, legyen ruha rajta, és hogy mit fog enni vacsorára, hanem a lelkét gondozhatom. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Nyisd meg, Uram, ajkamat szent neved dicséretére. Tisztíts meg minden hiába való és vétkes gondolattól. Engedj szent oltárodnál összeszeretem és méltóan szolgálni a te örömödre. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Linde László atya mindig nagy türelemmel viseltetett irántunk, jól lehet, mi nagy család vagyunk, 6 gyermekkel, szeretném is bemutatni családomat. Feleségem Ágnes és Csaba fiunk. Zsuska. Lackó. Kinga, Zsófi. Ági. Linde László atyával 2007. augusztusában hozott össze az élet, úgymond, akkortól dolgozott, kezdett el hatni Sziget-Szent Miklóson. Azért használom szándékosan ezt a kifejezést, hogy hatni és nem egyszerűen dolgozni, mert az ő élete, az én és a családom érzése szerint sokkal jobban áthatotta az egész közösségi életet Sziget-Szent Miklóson, mint egy puszta munka feladat. Nagyon jó kapcsolatot épített a fiatalokkal, és olyan közösségi eseményeket szervezett, olyan utazásokat, olyan együttléteket, amelyek szerintem már egyáltalán nem tartoznak a templomi együttlét kategóriájába, és mégis ezeken az eseményeken a fiatalok lelkesen és nagy számban jelentek meg. Ahogy az én esetemben, az én családom esetében is, tehát az összes gyermekem lelkesen vett részt a közös programokon és önként. Igazság szerint néha én voltam az, aki azt mondtam, hogy ez egy kicsit már sok is, amennyire ők lelkesen szaladnak kóruspróbára, színdarabot próbálni, ifjúsági hittan együttlétekre vagy közös kirándulásokra. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy egyházi személy hitelesen tudja megmutatni azt a szeretetet, ami Isten szeretete, és azt a fiataloknak úgy tudja átadni, hogy ez ne tűnjön távolinak és elérhetetlennek. Az, hogy mennyire közeli a család viszonya, azt jó példázza nyilvánvalóan, hogy az 5. gyermekem, mostani majdnem legkisebbnek a keresztelését Linde László atya végezte, és hát nyilván az is tükrözi azt, hogy milyen jó kapcsolatot tudott kiépíteni egy ilyen pici gyermekkel is már. Az, hogy most mióta nincs közöttünk, a kicsi lány többször is megkérdezte, hogy hol van az atya. Ugyancsak jellemző példája annak a tevékenységnek, vagy annak a hatásnak, ami Linde László atya életéből fakadt, az, hogy unokaöcsém a papi hivatást választotta, ami manapság nem gyakori, sőt a fiatalok számára úgy gondolom, hogy igencsak ritka. Jelenleg 11. A-osztályos vagyok itt Sziget-Szent Miklóson a Batthyány Kázmér gimnáziumban, és hát 2 év múlva, azaz jövőre fogok majd érettségizni, és azt tervezem, ugye, hogy papi pályára fogok majd menni. Hát tulajdonképpen ebben nagyon nagy szerepet vállalt Linde atya, ebben, hogy én ezt a pályát válasszam. Nagyon sok minden hatott, de erre tulajdonképpen nagyon nehezen jöttem rá, egy halála után kezdtem el gondolkozni, hogy mi az, amivel hatott,
mert csak úgy éreztem, hogy ez jó, és úgy nekem ez kell. Ez kell nekem majd folytatni vele együtt, de most már ugye nem, most már vele nélküle. És hát így most, hogy így gondolkoztam rajta meg, hogy sokat elmélkedtem ezen, hát tulajdonképpen ami úgy nagyon megragadt, az az, hogy egyszer elvitt engem Olaszországba egy zarándok útra. Pio atyához mentünk, San Giovanni Rotondóban volt ez a zarándok hely, és hát egyszerűen olyan élményben volt részem, ami felfoghatatlan tényleg, tehát ilyen szakrális magasságokba emelkedett az ember. Ezt tulajdonképpen úgy éreztem, hogy amikor hazaérkeztünk, repülővel jöttünk hazafelé is, leszállt a repülő, de én a földön még biztos, hogy 10 centivel magasabban voltam, tehát egyszerűen szenzációs élmény volt, és hát tulajdonképpen szerintem ez volt az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos pont, vagy akárminek nevezhetjük, ami így elindított engem e felé, de tulajdonképpen mindennapi tevékenysége is Linda atyának így, hát egy követendő példa volt szerintem minden ember számára, mert több embertől is visszahallottam, meg én is megtapasztaltam azt, hogy akárkivel, akár esetleg pogány, vagy akármilyen emberrel beszélgetett, egyszerűen mindenkit megragadott. Tehát olyan szinten, hogy az tényleg nagyon csodálatos volt, és én is ilyet akarok majd, tehát ezt akarom megvalósítani, hogy tök mindegy, hogy kivel beszélek, de az a lényeg, hogy ragadjam meg valahogy. És ez a példa, ez egyszerűen ez összönöz, hogy ne azt lássa az emberiség most így, főleg a 21. században, hogy az egyház meg az egész szervezet az egy ilyen komoly, magába zárkózik, és csak imádkoznak, vagy szentmisére járnak, hanem hogy bármikor, akár még bálokon, vagy akárhogy is képes szórakozni, örülni, mulatni, és ezt szeretném megmutatni az egész hát országnak tulajdonképpen, de legfőképpen így az egyházközségnek, ahol majd remélem ki fognak helyezni. Én nem hiszek Istenben. Én tudom, hogy van. Elkezdtük ugye ezt a torony akciót több mint 2 évvel ezelőtt. A lehetőség adva volt, a kormány meghirdette a templom rekonstrukciós keretet, 1,2 milliárd forintot. Hát természetesen én úgy gondoltam, hogy akkor nekünk kötelességünk befejezni, és megbeszéltem atyával. Akkor egy rugalmas felkészülés volt, megpályáztuk, kaptunk is 25 millió forintot, ebből tudott elindulni a mostani építkezés. Na most ennek az az igazi története, ugye lassan jön össze az ilyen dolog, ez komoly szervező munka, és mire végre sikerült összehozni, hogy na most elkezdődik az építkezés. 10-én, október 10-én hozták ide a darut, és az atya 11-én elhunyt. Hát ez egy nagyon rossz vég volt, de ez volt a vég sajnos. Most nélküle nagyon árvák vagyunk. Sokszor beszélgetések közben, amikor láttuk, hogy egy ilyen mamut egyházközségnél azért bőséggel van feladat tennivaló, akkor sokan, barátai és jó magam is próbáltuk egy kicsit csitítani, hogy hát lassan, Laci atya, hát nem kell azzal sietni, nem kell azzal kapkodni, óvatosabban, vigyázz magadra, figyelj oda. És azt mondta, hogy tudod, nekem nincs időm vigyázni, meg odafigyelni, mert nekem annyi betegségem van, hogy hát én nem fogok sokáig élni. És nekem sokkal rövidebb idő alatt kell megtenni azt, amit meg lehet tenni, mert lehet, hogy nem fogok 50-60 évig szolgálni az Úrnak, hanem csak 10-20-30-40 évig. És ezért volt jó talán mindig találkozni vele. Olyan volt, mintha öreg, idős papbácsikkal találkozik az ember, és elbeszélget velük, hogy hát, hogy tetszik lenni, és akkor kicsit elfáradt, azt mondják, hogy jó, de hát mennék már haza. És akkor haza? Hát hová haza? Hát mennék már haza. És én azt gondolom, hogy Laci atyának a hozzáállásán, az életszemléletén, a filozófiáján is ezt láttuk, hogy ő nem fél a haláltól, ő nem fél az életnek az apró gondjaitól, problémáitól, ő tudja, hová tart, tudja, hová megy, és igyekszik minél több embert magával vonzani ebbe az Isten országába. Nagyon széles volt az a spektrum, ahol ő az embereknek programot szervezett.
és hogy az emberek az ő hívó szavát meghallották, azt is bizonyítja jobban, hogy minden egyes misén tele volt a templom. És azt már megtapasztaltam, hogy saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy nagy dolog és nehéz dolog egy csapatot építeni, de van egy ettől sokkal nehezebb dolog, ezt a csapatot megtartani, legalább ilyen nehéz, vagy még nehezebb. Nos, ő megtartotta ezt a csapatot, sőt, gyarapította napról napra, szívósan gyarapította a létszámát, és egyébként én azt érzékelem a katolikus hívők közösségén, hogy bizony-bizony nagy fájdalmat éreznek. És be kell vallanom, hogy én is fájó szívvel és nehezen fogadom el azt, hogy ő nincsen már többé közöttünk, legalábbis fizikailag nincsen közöttünk. Azt mondják, hogy kétszer hal meg egy ember. Először, amikor fizikailag meghal, másodszor pedig, amikor elfelejtik az emberek. Nos, azt gondolom, hogy Linda László plébános úr csak fizikailag halt meg. De az emberek nem felejtették el, és azt is gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig nem fogják elfelejteni. Isten áldja meg a cselekedeteit, meg az emlékezetét is Linda László plébános úrnak. Az én szívemben él Krisztus. Itt vagyunk a Sziget-Szentmiklósi Szent Miklós templom altemplomában, ahol elhúgy plébánosunk Linde László, mindannyiunk Laci atyája nyugszik. Az Isten mindig megérezhettem.